A HMDK Tengermelléki Fenséki megyei alapszervezetéhez nemrég ellátogatott Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az egyesület tagjai beszámoltak neki tevékenységükről és jövőbeli terveikről. A házigazdák az új székhelyükben, a Fiumei Anna villában fogadták rangos vendégüket. Az impozáns villa a magyar állam tulajdona, viszont a HMDK teljes körű használati jogot kapott az épületre. A Tengermelléki Fenséki megyei Magyar Egyesület az egyik legrégebb óta működő HMDK alapszervezet az országban. Mindezek ellenére egészen a közelmúltig nem rendelkeztek saját székházzal, albérletbe kényszerültek. Az Anna Villa szecessziós stílusban épült 1903-ban Fiume tágabb belvárosának déli részén. Építője egy jómódú olasz kereskedő volt, aki magyar feleségéről nevezte el az épületet. A székházat a HMDK közbenjárásának köszönhetően Magyarország kormánya vásárolta meg. Az egyesületnek nagy megkönnyebbülést jelent, hogy végre saját székházuk van. A villa jól megközelíthető és sokkal tágasabb, mint előző bérelt székhelyük volt. Itt fogadta az egyesület vezetősége Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, aki először járt a közösségnél. A jövetelünknek a célja az volt, hogy Fiuméban meglátogassuk az itt működő egyesületünket, illetve tájékozódjunk arról, hogy 26 év alatt milyen sikereket értek el, és milyen aktuális kérdésekkel foglalkoznak. Örülünk annak, hogy a magyar kormány támogatásával sikerült egy új székházba költözniük, hiszen ez az Anna Villa egy tényleg csodálatos épület, és jó lehetőség arra, hogy a helyi szervezetnek otthont nyújtson, illetve itt a tengermelék északi részein élő magyarság társadalmi eseményeinek helyt adjon, legyenek ezek akár a nemzeti ünnepekhez köthető rendezvények, akár pedig más társadalmi események, bálok, de a mindennapi életi során is szinte napi rendszerességgel tudjanak találkozni, és főleg nyáron pedig be tudják vonni a gyerekeket is, kisebb táborokat tudjanak itt megszervezni, és a Kárpát-medencéből ide látogatókat is tudják fogadni, akár felnőtteket, akár pedig gyerekekről legyen szó. A baráti hangulatú találkozón részt vett Jankovics Róbert, az országos HMDK elnöke is. Az érdekvédelmi szervezet vezetője örült az államtitkári látogatásnak, hiszen jó érzést tudni azt, hogy az anyaország odafigyel a szórvány közösségekre. A HMDK Tengermelléki Fenséki Egyesülete az egyik legöregebb HMDK alapszervezet, 1994-ben alakultak, és 26 év albérlet után sikerült nekik a magyar kormány hathatós támogatásával megfelelő székházat biztosítani itt az Anna Villában, Fiumében, és mi abban bízunk, és a mai államtitkári látogatás is az bizonyítja, hogy mennyire fontos minden horvátországi magyar és minden magyar közösség, hogy ott tudjon boldogulni, ahol szülőföldjét érzi. De rendkívül fontos az össz magyar közösségre az a tevékenység, amely az itt élő magyarság végeztet a magyar kultúra, nyelv ápolásában, és én biztos vagyok benne, hogy ez a villa is, ez a székház, ez a komplexum is megfelelő, méltó körülményeket fog majd biztosítani az itteni magyar közösségnek, hogy a munkájuk még eredményesebb legyen. Ez, amit itt Fiumében látunk, ez egy sikersztori, nekünk sikerült megfelelő működési körülményeket szervezni sok horvátországi magyar egyesületnek, így a Fiumeinek is, és abban bízom, hogy mindez elég lesz ahhoz, hogy még erősebb, még népesebb magyar közösség legyen itt Fiumeben. A város magyar közösségét a Fiumei Magyarok Egyesülete tartja össze. Az egyesület a magyar kultúra, nyelv és hagyományok ápolására nagy hangsúlyt fektet. Megalapítói voltak a város művésztelepének és a nemzeti kisebbségek költőfesztiváljának, és ma is több csoport működik a keretein belül.
szorványban élünk, ezért nagyon nehéz működni, és elidősödött tagságunk van, viszont igyekszünk összeszedni tehát a környékbeli megyei összes magyarságot. Mindenféleképpen hangsúlyt fektetünk a magyar nyelvre, kultúrára és ezek ápolására, és nagyon sokat számít számunkra, hiszen itt a térségben nincsen magyar nyelvoktatás, hogy egyesületünknek sikerült pályázati úton tehát egy játszóházat működtetni óvodáskorú gyermekek számára, hiszen hihetetlenül fontos itt, hogy magyar nyelvet megtanulják. Vannak is érdeklődők, akiknek a leszármazottaik magyarok, és már itt születtek. Ezen kívül egyesületünk három csoportja van, festőkörünk a legaktívabb csoportunk, amatőr festőkből áll, heti szinten egyszer most a járvány időszaka alatt nem működtettük, viszont ezen a héten festőkörünk is elkezdi működését. Ezen kívül irodalmi és drámai csoportunk van, ezen kívül minden magyar nemzeti ünnepet megtartunk, ezen kívül tehát gasztrorendezvény is működik. Próbálunk minél több olyan rendezvényt szervezni, amely a horvát közönséget is megmozgatja. Könyvkiadással foglalkozunk. Minden évben igyekeztünk kiadni, tehát fordítással, magyar népmesét horvát nyelvre fordítva, és vagy egy nyelven, tehát horvát nyelven a lefordított változata, vagy két nyelven sikerül ugyanezt kiadni. Ez hihetetlenül fontos számunkra, mert ezzel a magyar kultúrát szintén terjesztjük, ilyen módon is. Természetesen minden mesefordításnál és könyvkiadásnál könyvbemutatót is szervezünk. Fiume a magyar történelemben egykor fontos szerepet töltött be. A belvárosban és a kikötőben sétálva léptennyomon magyar emlékekbe ütközünk. A 85 éves Ágoston Gergely megbecsült idegenvezetőként dolgozik Fiuméban, Abbáziában és Lovránban. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett professzor már több ezer turistával szeretette meg ezeket a vidékeket, és ma is igyekszik megismertetni az érdeklődőkkel a történelmi emlékhelyeket és a természeti szépségeket. Fiume a magyarok nélkül nem lenne az, ami ma van. A történelem folyamán 1779-ben kapta Mária Teréziától a magyar korona ezt a területet, és annak idején úgy hívták, a corpus separatum, tehát különálló test, az osztrák birodalomból különálló, önálló testet jelentett. A kiegyezést követően, tehát 1867-ben jött létre ugye az osztrák kiegyezés Magyarországgal, és jött létre az osztrák-magyar monarchia. Egy évre rá, 1868-ban pedig Horvátországgal egyezett ki Magyarország, tehát megkapta a város területét. 19,75 négyzetkilométernyi szárazföldi területet és 4,5 kilométer tengerpartot kapott akkor Magyarország. Ezért cserébe három megyét, a verőcei, a pozsegai és a szerémségi megyét adták át Horvátországnak. Tehát mindenképpen egy becsületes csere történt, amellyel mind a két ország jól járt. Horvátország kapott egy olyan mezőgazdasági területet, aminek hihetetlen ugye értéke van. Magyarország pedig hozzájutott, ahogy mondtam, 4,5 kilométernyi tengerparthoz. Ez 1868-ban volt. 5 évvel később ér ide a vasútvonal két irányból. Tehát Bécs-Fiume és Bécs-Budapest. Tehát 1873-ban Fiume két európai fővárossal van összekötve, ami fantasztikusan felgyorsítja ugye az áru és az emberi forgalmat.
És ami a lényeg, hogy ezzel párhuzamosan, rohamosan építik a kikötőt. A vasútvonal természetesen ott haladt el ugye a kikötő mellett, és hát megindul egy fantasztikus fejlődés, úgyhogy a város egy ilyen 15 ezer lakosról az első világháború kezdetéig 50 ezer lakosra növekszik fel. Ami a lényeg, hogy itt mondjam úgy, a magyarok hozták a pénzt, hozták a technikai tudományok csúcs eredményeit. Itt összetalálkoztak a helyiekkel, akik kereskedők, tengerészek, nyelveket beszélő emberek voltak, iparosok, akik alig várták, hogy munkához jussanak. Úgyhogy mind a két fél hasznot húzott a közös együttélésből. Fiume 2020-ban Európa kulturális fővárosa. 120 ezres lakosságával Horvátország harmadik legnagyobb városa, az ország és az egész Balkán félsziget egyik legnagyobb kikötővárosa. A lakosság 82%-át kitevő horvátok mellett élnek itt szerbek, bosnyákok és szlovénok, de a város történelmi örökségét őrzi még körülbelül 2500 olasz és mindössze 300 magyar is.